Srácok, üdvözlök innen mindenkit Gyömrőről, és ott szembe pedig a régi állomás épület van, azt hiszem, hogy állomás volt ez is. Gyömrő tófürdő néven volt, ilyen helyiek kis állomásnak hívták, itt már vonatok nem állnak meg. Valójában ez szerintem egy olyan hely is volt egybe, és itt ezt az átjárót kezelték innen. És akkor az állomás épület közelebbről. Itt van a most már fény és fél sorompós átjáró, egyébként valószínűleg itt egy teljes sorompó lehetett mind a két oldal, de majd fentről pontul megnézem, egyébként nem készültem itt most a történetből, mert ez egy hirtelen jött videó lett, mert ha mondhatni véletlenül kanyarodtam erre, és hogyha már láttam, hogy itt jövök el mellett, olyan gyanús volt ez az épület, és utána néztem, és bizony tényleg. Itt egykor ez volt a Gyömrő, úgy hívták, hogy kis állomás. Én valójában lehet, hogy csak egy sima megállóhely volt. De itt lehetett a peron, bár mondjuk a váltókörzetnek ott a vége, tehát az új állomás az pedig arra van valahol. Egyébként azt úgy tudom, hogy a mostani Gyömrőket állomás, ugye az sem az eredeti volt, hanem volt egy már elbontott másik vasútállomás, és igazából amikor megépült a második vágány, akkor csináltak egy új állomást, ami most is megvan, és azzal váltották ki a korábbi kettőt. De mondom, ezt nem is tudom, hogy hol hallottam, már vasútállomások.hu se ír erről, de valahol, mintha ezt hallottam volna. És egyébként ez logikusnak is tűnik, mert ugye viszonylag közel van a kettő egymáshoz. Amíg közelebbről megnézem az épületet, de most pihenek egy kicsit, mert már ugye Péteri óta jövök, és elég meleg van. És akkor a másik oldal. És itt van ez az egykori, hát ilyen állomás épület, vagy bővített törhely, vagy nem tudom mi volt ez korábban. Viszont melléképület is tartozott hozzá. Hát az a baj, hogy most itt nagyon ellenfény van, de megpróbálok közelebb menni, átmenni a túloldalra és onnan megnézni. Hát egy kicsit közelebbről. Hát elég égazos az udvar. Valószínűleg már nem lakik itt senki. És hát akkor a vágányok felőli rész. Egy régi szabadföld. Hát, ebből nem látszik, hogy mikori. És itt volt a mézébízvel bekötés, úgy látom, mert megvan a nyoma. Ez a mézga csatlakozó, de ott is van valami szolgálati helyiség. Készenléti helyiség. Bemenni nem lehet. Itt viszont van egy hangos beszélő, két rákosi tölcsér. Az pedig szerintem egy mávox. Nem tudom, hogy darazsakon kívül van-e benne más is. De az egy mávox gép. Tehát ez szerintem még üzembe is van, ezt használják. Hát gondolom itt a váltókörzethez tartozik. Aha, és ott van még az utolsó jelző is. Jó, azért folyamatosan figyelek hátra, hogy a sorompó az nem ereszkedik ele. Bán vagyok a vágánytengelybe, de azért az óvatosság nem árt. Itt még a mávos kerítés is megvan, csak nem nagyon látszik a gazba. Hát ennyi látszik ebből a régi épületből. Akkor a mostani Gyömrői állomás. Hát így néz ki. Aluljáróval, középperonnal, és hát akkor innen búcsúzok is. Ez a rövid videó, az ennyi volt. És igazából még rosszul is tudtam, mert a másik irányba volt. Ugye Maglót fele. És éppen most ment el a pesti vonat, úgyhogy szerintem elmegyek Maglódig, hogyha vezet arra út, és majd ott felszállok rá. Akkor egy utolsó után is nyit, mert ezt nézzétek. Itt a másik épület, és még rá is van írva, hogy MÁV nagy állomás. Szerintem ez volt a régi Gyömrői vasútállomás. És akkor a tófürdő meg itt a régi Gyömrői vasútállomás közé építették fel az újat. De akkor ez az épület is megvan, és ezt szerintem még lakják is, úgyhogy
nem is megyek messzebb, de ugyanúgy van melléképület, nem nagyon látszik innen, de van melléképület, meg az a baj, ez egy elég forgalmas út, úgyhogy itt nem nagyon tudok videózni ráni, meg itt a szélese nagyon. De igazából ennyi van az út szélétől, éppen hogy csak elfélek, és folyamatosan jönnek az autók, úgyhogy érjétek be ennyivel. És akkor a vágányok felőli oldalról is a szerintem egykori állomás épületet. Valószínűleg egyébként itt volt a peron, hogyha ez tényleg állomás épület volt. És ugye itt van a váltókörzet vége is, mint látjátok. És itt már Maglód fele, és ott arrafele meg van még egy átjáró. Ez is sorompós lát. Szerencsére most úgy látom, még mindig fenn van a sorompó, úgyhogy ennyi is megyek. Ez mégiscsak egy fővonal. Úgyhogy ennyi, sziasztok!